Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelten köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, hivatal dolgozóit, meghívott vendégeinket. A jelenlegi év alapján megállapítom, hogy a 15 képviselőből megjelent 9 fő, távolmaradását bejelentette Gyurcsek János alpolgármester úr és dr. Kaposi Lajos képviselő úr. Az ülés határozat képes, az ülést megnyitom. Tisztelt képviselőtestület! Indítványozom, hogy a képviselő testület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendeket az alábbi kiegészítéssel. Pótnapirendi pontként javaslom fölvenni előterjesztés ágazati pályázatok közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítására című ECOP kötőjel 1.A.2 jelő pályázat benyújtására. 19. pótnapirendként előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló Karcagváros önkormányzata képviselőtestület 11/2002 rendeletének módosítására. 20. napirendként előterjesztés az iskola egészségügyi feladatok ellátására. És 21. napirendként javaslom felvenni előterjesztés a Karcagváros önkormányzat tulajdonában lévő muzeális intézményeknek helyt adó ingatlanok használatára. Először a módosító indítványról kell, hogy szavazzunk, aki támogatja a pótnapi rendek felvételét, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Van-e valakinek más napirendi ponti javaslata? Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel a teljes napirendet, aki támogatja, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Tisztelt testület, hölgyeim és uraim, javaslom, hogy a 14-től 17. terjedő napirendi pontokat, mivel személyes adatokat tartalmaznak, illetve taggyűlési napirend, zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület. Aki tudja ezt támogatni, kérem jelezze. Igen, nem, egyhangulag támogattuk. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt képviselőtestület, a napirendek megtárgyalása előtt köszönteni szeretném Béres Sándor urat, aki a napokban az idősük területén kifejtett kiváló szakmai munkájának elismeréseként miniszteri dicséretben részesült. A kitüntetéshez szívből gratulálok, további sikereket, erőt, egészséget kívánok. Kérem, hogy legyen szíves kifáradni és az ajándékot átvenni. Tisztelt képviselőtestület, örömmel jelentem be és tájékoztatom a jelenlévőket, hogy az év szülészete címmel indított internetes közönség szavazata alapján a legtöbb szavazatot a felszereltség és környezet díját a Karcagi Kátai Gábor Kórház rendelőintézete nyerte el. Karcagváros önkormányzata nevében gratulálok az elismeréshez, további munkájukon sok sikert és jó egészséget kívánok. Tisztelt képviselőtestület, a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szeretnék tájékoztatást adni. A soros üléseket tessenek figyelembe venni, úgyhogy a régmúltra tekintünk vissza, hiszen utoljára júniusban találkoztunk, úgyhogy most egy nagy időszakot kell, hogy átvegyek az önök segítségével egyetemben. 12. július 29-től egészen a mai napig történő eseményekről szeretnék tájékoztatást adni. Június 29-én elhelyezték az új elektromos és elektronikai hulladékfeldolgozó üzem alapkövét dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr, Varga Mihály tárca nélküli miniszter úr, a térség országgyűlési képviselője jelenlétében. A képviselőtestületből jelen voltak Pánti Ildikó, Kovácsné Kerekes Katalin képviselő, Gyurcsek János alpolgármester úr és jó magam. Június 29-én a Kátai Gábor Kórházban szemmelvész napi ünnepséget tartottak a Városháza dísztermében. Az önkormányzat nevében üdvözöltem az egészségügyi dolgozókat.
Ugyanezen a napon délután dr. Fabeka Sándor vidékfejlesztési miniszterúrral, Varga Mihály tárca nélküli miniszterúrral megkoszorúztuk a kommunizmus parasztáldozatának karcagi emlékeit. Következő napon, június 30-án rendezték meg városunkban a 14. Birkafőző Fesztivált. A fesztivál rendezvényein Kovács Szilvia és Gyurcsek János alpolgármesterekkel, Pánti Ildikó, Kovácsné Kerekes Katalin, Kovács Sándor, Karcagi Nagy Zoltán és Molnár Pál képviselőtársaimmal láttuk el a házigazdákra háruló feladatokat. Július 7-én a Nagykun Látogatóközpont udvarán udvari muzsikára várták az érdeklődőket. Fellépett a Karcagi Nóta Klub Márkus Ica nóta énekes vezetésével és a Pacsirta Citarakör. Ugyanezen a napon, július 7-én kézi arató versenyt rendeztek Karcag határában a Karcagi Lovas Egyesület és az Aranykalász Arató Klub szervezésében. Július 14-én udvari muzsika volt a Nagykun Látogatóközpont udvarán. Felléptek a Déliné Kulturális Központ néptánc csoportjai. Július 20-án ünnepelte a Nagykun Bajtársi Egyesület fennállásának 40. évfordulóját az Ifjúsági Házban. Július 21-én udvari muzsikára várták a város lakosságát a Nagykun Látogatóközpont udvarára. Közismert dallamok, keringők, polkák szórakoztatták a hallgatóságot a Karcagi Szimfonikus Zenekar előadásában. A rendezvényen Pánti Ildikó képviselőasszonnyal, valamint Kovács Szilvia alpolgármesterasszonnyal vettünk részt. Július 21-én, ugyanezen a napon, augusztus 26-án és 21-én zajlottak a Bringára fel kerékpártúrák a környező településekre. A városvezetésből Kovács Szilvia alpolgármesterasszony és Kovácsné Kerekes Katalin képviselőasszony csatlakozott a túrázókhoz. Július 28-án az udvari muzsikán fellépett a History zenekar. Ugyanezen a napon a Sorstársak házában és a Déliné Kulturális Központban a mozgássérültek Jászlóhatói Szolnok megyei egyesülete karcagi csoportja 25 éves jubileumi megemlékezést tartott az esélyegyenlőség napja alkalmából. Karcagváros önkormányzata nevében köszöntettem a résztvevőket, jelen voltak Pánti Ildikó és Molnár Pál képviselők. Augusztus 4-én udvari muzsikára várták az érdeklődőket. A látogatóközpont udvarán a jó hangulatról a Match Boys zenekar gondoskodott. Augusztus 8-ától 15-ig a kunsági kézműves szakkör tagjai mutatták be kézimunkáikat a Déliné Kulturális Központban. Augusztus 11-én a Nagykun Látogatóközpont udvarán udvari muzsikát tartottak, felléptek Ferenci Béla és Olajos János nóta énekesek. Augusztus 19-én a Nagykun Horgász Egyesület szervezésében horgászversenyt rendeztek a téglagyári tavon. Augusztus 20-án Szent István napi ünnepségek kerültek megrendezésre városunkban. A Szent István napi búcsúi szentmise és körmenet után ünnepi önkormányzati ülésen, majd ifjabb Szabó Mihály próúrbedíjas fazekas a népművészet mestere emlékkiállításán, Fejesné Koppány Gabriella csipkeverő népi iparművész életmű kiállításán, a 20. arató felvonuláson, majd a Nagykun Látogatóközpont udvarán Szent István napi ökumenikus újkenyér szentelő ünnepen vehettek részt az érdeklődők. Augusztus 24-én Schwarzheide-ben a Nagy Tavak Kicsiben nemzetközi ifjúsági tábor projektzáró rendezvényén vettek részt a Szent Tanai Sámuel gimnázium diákjai. A rendezvényen városunkat képviselte Kovács Szilvia alpolgármesterasszony. Augusztus 31-én zajlott a II. Kun világtalálkozó Bácskosút falvai rendezvénye, amelyen a városvezetés részéről jelen volt Kovács Szilvia alpolgármesterasszony. Szeptember 1-én a Karcagi Ese kosárlabda szakosztálya közel 100 résztvevővel 3 pályán rendezte meg a nyárbúcsúztató streetball bajnokságot. Jó hír van diákoknak, szeptember 3-án a Város Oktatási Intézményében megkezdődött a 2012-2013-as tanév. Szeptember 7-én és 8-án kerültek megrendezésre a Kunok II. Világtalálkozójának nyitó rendezvényei, melyeknek városunk adott otthont. 7-én a Déliné Kulturális Központban bemutatták Elek György, Nagykun kapitányuk a 16. századtól 1876-ig, és dr. Őrsi Julianna a Hagyományőrzés útján című könyvét, majd a Kelet varázs a Hit, Hagyomány, Kultúra címmel
dr. Barta Júlia orientalista etnográfus kiállítása nyílt meg, ezt követően a Karcagi Szimfonikus Zenekar adott ünnepi hangversenyt. 8-án a Múzeum Parkban kutyakiállítás, kutyaügyességi bemutató volt, és a 8. kunhagyományok napjára válták az érdeklődőket. A nap során ünnepélyes keretek közt beiktatták Bene Sándor nagykun kapitányt, majd felavatták és hivatalosan is megnyitották a kazak konzulátust. A rendezvénysorozat eseményein és lebonyolításában részt vettek Pánti Ildikó, Kovács Sándor és Molnár Pál képviselőtársaim, Kovács Szilvia alpolgármester asszony és jó magam. Szeptember 14-től 16-áig került megrendelésre a 11. motoros találkozó a Városi Gyógyvízű Strandfürdőben. Az önkormányzat részéről jelen volt Molnár Pál képviselő úr. Szeptember 14-én, 19-én és 21-én rendhagyó órát tartottak a Csokonai Könyvtárban, Karcag az irodalomban és a történelemben címmel, az iskolai könyvtárosok munkaközösségének társzervezésében. Szeptember 15-én a Kulturális Örökség napjai Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozaton a Délinné Kulturális Központban kézműves foglalkozásokkal vártak a gyermekeket, majd Ruziska Ferenc helytörténésszel városnéző sétán vehettek részt az érdeklődők, az estét pedig egy mozifilm vetítés zárta a Délinében. Szeptember 19-én könyvkiállítás volt a Csokonai Könyvtárban, Kossuth Lajos születésének 210. éves évfordulója alkalmából. Szeptember 20-án a Csokonai Könyvtárban rendkívüli irodalomórát tartott Szabó Péterné könyvtáros, amelynek témája a Kunok története volt. Szeptember 21-én a Rákbetegek Országos Szövetsége és a Mindig van remény daganatos betegekért alapítvány szervezésében került megrendezésre a Méltóság mezeje őszi találkozója a Délinné Kulturális Központban. A rendezvényen Karcagváros önkormányzata Pánti Ildikóval és Kovásné Kerekes Katalinnal képviseltük. Szeptember 25-én és 27-én a Népese a napja alkalmából gyermekkönyvtári foglalkozásokat tartottak a Csokonai Könyvtárban. Nagyon gazdag program volt az elmúlt időszakban, és nagyon gazdag program vár ránk a következőben is. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, ezek után a napirend előtti kérdések feltételére van lehetőség. Kíván élni ezzel valaki? András Sandrás képviselőnek adom meg a szót. Lenne több kérdésem is, tegyen föl csomagba, egyesével, hogy szeretném. Csomagban. Jó. Akkor kezdjük rögtön az elején. Tehát az első kérdésem az lenne, hogy a gyalogos átkelő helyek állapota a városban változatlanul csaknivaló. Ma tapasztaltam, hogy hála jó Istennek a KPM már festeget itt, de ez a KPM. Tehát én, ha jól emlékszem, és ha visszanézzük a korábbi testületi ülések jegyzőkönyvitakba, én szóvá tettem már ezt, akkor konkrét ígéretet kaptam, hogy ez megoldásra fog kerülni. Azóta sem történt. Itt különös tekintettel valóban az óvodák, iskolák környéke, a piac, amit említettem, nagyon fontos, óvoda is van a közelbe. Nem tudom elképzelni, hogy nem kerül 5 liter festék, meg 5 közmunkás, meg 2 léc, amivel kihúzzuk ott azokat a zebrákat, de ha nincs, majd gyűjtünk rá adományt. Másik kérdésem. Mennyibe került a Konok második világtalálkozója? Nem kell részletesen, csak egy szám. Miért van arra szükség, hogy a piacon korlátozzuk, illetve hát átrendezzük a használt cikk kereskedőknek az árusítását, nem is kereskedők, a használt cikk árusításnak a rendjét? Oda nagyon sokan kijárnak olyan emberek, akik hát nagyon minimális jövedelemből, úgymond segélyből élnek, használt dolgaikat árusítják piacnapon. Információm szerint ez most egy új rendelkezés szerint szerdai napokra lett áttéve, gyakorlatilag ugye szerdai napok ott nem túl sokan járnak piacra. Tehát itt egy bizony elég éres korlátozás következik be, nem látom értelmét, különös tekintettel azért, mert maga a kormányrendelet 2009-es,
Tehát ezt a rendelkezést még a Gyurcsány kormány hozta. Nem tudom, miért kell hozzá esetleg úgy ragaszkodni, hogy ez ne legyen jó az embereknek. Továbbá az önkormányzati lakások szociális alapon történő bérbeadása. Az utóbbi időben ETT-n is két olyan esetet tárgyaltunk, amit tehát én értem és teljes mértékben tudomásul veszem, hogy jogszerű, maga az egész eljárás jogszerű, az, ahogy ezek a lakások a pályázókhoz kerülnek. Én nekem emberileg, etikailag van ellene kifogásom. Azt nem tudom megérteni, hogy mi indokolja mondjuk egy fiatal párnak a 71 néhány négyzetméteres önkormányzati lakásba való költözését szembe egy hasonló paraméterekkel bíró négy fős kisgyermeket nevelő családra szembe, aki jelenleg 41 néhány négyzetméteren lakik. Továbbá önálló egy szál maga élő és lakó személy 51 néhány négyzetméteres lakásba való beköltözését, akkor, amikor vannak családok, négy vagy annál több fős családok, 33 négyzetméteren laknak. Nem értem, és én nem is tudom ezt így elfogadni. De azért kíváncsi lennék, hogy polgármester úr véleménye erről mi. Lenne még egy, illetve még több. Temetők rendje és biztonsága. Ezt is többször jeleztük már, hogy a temetőkben bizony problémák vannak, és az oda kijáró emberek gyakran panaszkodnak. Apró egy tárgyak tűnnek el, hát most nem soká közeledik halottak napja, bizony aki hamarabb kiviszi a virágját, koszorúját, nem biztos, hogy halottak napján ott is fogja találni. Hát, ebbe a dologba is kellene lépni, nem beszélve arról, hogy ugye a Karcagi Hírmondó is lehozott egy cikket, a utóbbi időben sírrongálások és lopások történtek. Én több emberrel is beszéltem, nagyon sokan meg sem teszik a följelentést ezekbe az ügyekbe, amikor a kis fémkereszt eltűnik a sírról, csak éppen rosszul érzik magukat. Személyes tapasztalatom is van ebben az ügyben, tehát azt el tudom mondani, hogy sajnos a bronzkereszt a én érintettem sírjáról is eltűnt. Lenne még, mi lesz a sorsa azoknak az embereknek, akiket a risántoló malomból elküldtek az utóbbi időben, ha jól tudom, itt 15-17 embert érintenek. Költői a kérdés, mit látom. Berekfürdői kerékpárút állapota. A berekfürdői kerékpárút állapota bizonyos szakaszokon csapnivaló. Tehát van, ahol életveszélyes, tehát hogyha este sötétben biciklizik valaki, ott könnyen otthathatja a fogát is. Kérdésem, hogy a nem kevés pénzbe került igazándiból ez a fejlesztés és megoldás, ami egyébként sok embernek a javára és örömére is szolgál, de kérdezem, hogy ennyi idő alatt kell az, hogy leszakadjon a szakaszon az út, illetve van-e kivitelezői garancia ezzel kapcsolatban, tehát tudjuk-e érvényesíteni. Ezzel kapcsolatban van egy javaslatom, ha kerékpárútnál tartunk, én javasolnám a Széchenyi sugárút, Szent István sugárút teljes hosszában kerékpárút kiépítését. Indokolt lenne, ha a forgalmat megnézzük, láthatjuk, hogy a gépjármű forgalom is hatalmas, illetve hát a kerékpáros forgalom is igen nagy. Nem beszélve arról, hogy egyre gyakrabban találkozunk a elektromos roppant járművekkel, amelyek szintén kint közlekednek a gépjárművek között, és hát nem kicsit életveszélyes. Nyilvánvaló tudom, hogy ugye az önkormányzatnak, tehát ez egy komoly pénz, tehát nem az önkormányzat zsebéből gondolom én ezt megoldani, de ehhez, vagy ennek a megvalósításához célszerű lenne megfelelő pályázatot találni, keresni, rá mozdulni. Ez csupán egy javaslat.
Továbbá, szándékozik-e a város egy szociális bolthálózat létrehozására, illetve annak működtetésére? Ezt nem hallottam még egyszer. Tehát szociális bolthálózat létrehozására és annak működtetésére, illetve hát nyilván ugye ez a lakosság szempontjából igen fontos lenne, mert azért folyamatos az elszegényedés, ezt tudjuk, tapasztaljuk. Úgy gondolom, hogy indokolná. Másik probléma, vagy a sok közötti Sistak és környéke. A Sistak és környékén ott egy nagyon szép tereprendezés, egy parkosítás történt nem túl régen. Hát a jelenlegi állapotok azok katasztrofálisok, tehát ott olyan mértékű rongálás történt, hogy nagyon iszonyatos, a szalonnasütő föl nem ismerhető, a korlát ledöntve, stb. Az a pihenőhely, ami ott kialakításra került, ez gyakorlatilag elpusztult. A nem messze lévő játszótér, ami azt mondom, hogy tényleg nagyon szép és nagyon jó volt, az a hinták ellopva, illetve maga az eszközök tönkretéve. Illetve még egy, és akkor nincs több egyenlőre, a lakossági igény jelentkezett, illetve hát jutott el hozzám. Többen jelezték, hogy lehetne megoldást találni arra, hogy az egészségügyi labor újra üzemeljen az orvosi rendelőnél. Gyorsabb volt, nagyon sok lakosnak könnyebb volt az elérése, és hát megkönnyítette az életüket, ami az működött. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Képviselő, igen, sok, egész pontosan 11 kérdést tett föl. Na most a kérdések között olyan is van, ami abszolút nem tartozik az önkormányzatra, illetve a képviselőtestületre, úgyhogy ha ilyen gondolatok rajzolódnak ki képviselő fejében, akkor legyen szíves azt a GTT ülésen vagy szakbizottság ülésen föltenni, vagy indítványozni, mert ugye itt reggeltől estig lehetne kérdezni, hogy miért esik az eső, miért esik a nap, stb. Tehát vannak olyan dolgok, amihez az önkormányzatok az év egyet a világon semmi köze nincsen. Ettől függetlenül úgy nagyon röviden megpróbálok válaszolni az ön kérdésére, majd hogyha én kapok szót, jelentkezést látok még, további kérdések feltételére van lehetőség, Kovács Sándor képviselőnek adom meg a szót. Tisztelt polgármester úr, tisztelt önkormányzat, én előjáróban csak annyit szeretnék mondani, hogy ha egy képviselő feláll az önkormányzat ülésen, úgyhogy a képviselői munka komolyságát tekintve, legyen szíves, szedj össze a gondolatait, pontosan fogalmazza meg először magának, hogy mit szeretne kérdezni, mert tényleg egy kicsit komolytalanná teszi a munkánkat, hiszen a kérdés feltevésnél is például csak példákat mondom, hogy mennyibe került a Kunvilág találkozó. Képviselő úrnak elmondom, hogy ez a Kunvilág találkozó 38 településen zajlott 2 héten keresztül. Erre a karcagi önkormányzat, nem tudom, hogy erről hallott-e, hogy ez nem csak karcagi program volt, hanem országos program, Kiskunságban, Nagykunságban volt, hogy a Kunvilág találkozóra a 38 településtől kb. A 201 néhány programnak a költségvetését kellene begyűjteni. De hogyha arra lett volna kíváncsi, és azt kérdezte volna meg, hogy Karcagon mennyibe került a Kunvilág találkozó lebonyolítása az önkormányzat költségvetéséből, arra polgármester tudna válaszolni, és akkor pontosan meg tudná fogalmazni, hogy mit is akart kérdezni. A másik dolog, amikor felvetette, hogy a KPM nem festi fel a zebrákat, elmondanám képviselő úrnak, hogy napra kész a tudása, kb. A KPM már 11 néhány éve nem létezik ebbe az országba. Megyei közút kezelőhöz tartozik, talán 11-12 éve ez a feladat, tehát ha kérdez valamit, akkor legyen vele tisztában, hogy ilyen szervezet, amire ön hivatkozott, nem létezik már. A másik dolog, hogy ilyet felvetni, hogy miért két ember kap meg egy 70 négyzetméteres bérlakást, és miért egy 41 néhány négyzetméteresben 4 tagú család van benne. Azért, mert nem úgy válaszok például a rendőrkapitányokat, hogy nagy családos legyen, vagy a városba jövő orvosokat, amikor bérlakást adunk neki, nem az alapján válasszuk ki, hogy mekkora a családja.
Tehát van olyan, hogy orvosházas pár jön egy gyerekkel, egy nagyobb lakást kap, és van olyan, hogy szociális alapon kap egy család lakást, akár kisebb komfortfokozatút is, többen vannak. És én arra kérném a tisztelt önkormányzat és polgármester urat, hogy őrizzük meg valamennyire ennek az önkormányzatnak a tekintélyét, és hogyha csak ötletelnek a képviselőtársaim és valamit nem értenek, először kérdezzék meg a hivatalt, kérdezzék meg a szomszédot, és amikor már meg tudták pontosan fogalmazni a kérdésüket, akkor jöjjenek ide az önkormányzat plénuma elé, nézzenek utána annak, hogy van olyan szervezet, amire hivatkoznak, vagy már 11 néhány éve nincs. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Van egy további napirend előtti kérdés, felvetés? Dr. Lukács László képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen! Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők! Igyekszem a megadott instrukcióknak megfelelően összeszedten kérdéseket feltenni képviselő társaimhoz, de polgármester úrhoz is. Az első kérdés az a víziközmű törvénnyel kapcsolatos. Ugye az mindannyiunk számára ismeretes, hogy az üzemeltetés a Nagykunvízes csatorna Kft.-nek a korábbi vízés csatorna ágazatában átkerül a kötendő szerződéssel a TRV-hez, tehát a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-hez. Ami többször elhangzott a városban, és szerintem mindenkinek azért érdeklődése tart számot, az, hogy hány ember elbocsátásától lehet tartani, ha egyáltalán lehet ettől tartani, illetve hogy ez a váltás, ez eredményezni fogja azt, hogy a TRV át tudja venni az összes alkalmazottat, illetve az önkormányzatnak a Kft.-be lesznek az alkalmazottak tovább foglalkoztatva. Tehát őszintén megmondom, arra vagyok kíváncsi, hogy lesz-e olyan, aki hoppon fog maradni a váltás miatt. A második az a tanácsnokokkal kapcsolatos. Szintén azt hiszem nem kell lecsetelni, hogy a helyi rendelet alapján tanácsnokokat választ az önkormányzat, és a tanácsnokok megfelelő feladatkörökhöz tevékenységet látnak el. Korábban 2010 novemberében én már javasoltam, hogy a tanácsnokok egyrészt a megfeszített gazdálkodási helyzete tekintettel és a civil szervezeteknek a nehéz helyzetére tekintettel a tanácsnoki díjat, ami egyébként a bizottsági elnökök tiszteletdíjának megfelelő havi összeg, azt ajánlják fel ezeknek a civil szervezeteknek. Most a másik oldaláról érdeklődök. Honnan lehet tájékozódni arról, hogy a tanácsnokok milyen munkát végeztek? Tehát írásos anyagot, szóbeli teljesítést, bármilyen olyan teljesítést, ami igazolható. Tehát ilyen módon azt szeretném megkérdezni, hogy polgármester úr, illetve a jelenlevő egyébként, azt hiszem van itt 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanácsnok is. Tehát a tanácsnokok esetleg beszámolhatnak szóban is, hogy milyen munkát végeztek ezért a egyébként, és most lehet, hogy tévedek, 26 ezer forint körüli bruttó havi munkadíjért, illetve a tiszteletdíjért. A harmadik kérdésem az a strandfürdő fejlesztéséhez kapcsolódik. Ezzel kapcsolatosan is, és lám milyen a város, ugye tévinformációk is elhangaznak a közszájakból, azt híresztelték, hogy a kivitelező cég felszámolás alatt van. Most vettem a fáradtságot rá utána nézni, tudomásom szerint és a legutolsó bejegyzések szerint nincs felszámolás alatt. Annyi valóban van, hogy végrehajtás alatt van a cég, de ez legyen a saját dolguk. Ebből egyetlen egy dolog érdekel engem, hogy szavatolt-e az, hogy a vállalkozó befejezi a kért színvonalon a meghatározott határidőre a munkát, hogy mi ez a határidő, amikor a strandfürdő átadható lesz, és hogyha ha nem, akkor ezzel milyen kár érheti a várost. A negyedik kérdésem az pedig, hogy múlt évben azt hiszem pont ilyenkor iskola kezdéskor beszéltünk arról, hogy polgármester úr meglátogatott iskolákat, illetve itt egyetlen egy iskolát, az Arany János úti iskolát, a most már Arany János általános iskola tagintézményt, és ott a gyermekeknek ugye iskola kezdési csomagot, vagy valamilyen csomaggal kedveskedett, amiben talán rajzoló eszközök és egyéb ehhez használatos szerek voltak. Az a kérdésem, hogy ebben az évben polgármester úr ezt megtette ismét, remélhetőleg ugye nem csak az Arany János általános iskolánál, tagintézménynél volt, hanem máshol is. Tehát ez lesz a negyedik kérdés, és az ötödik kérdés az pedig, hogy a KUNOK második világtalálkozójának karcagi rendezvénye mennyibe került az önkormányzatnak. Köszönöm szépen! Van-e további jelentkező? Kérdező? Lassanként átmegyünk közmeghallgatásba. Egyébként teljesen igazat adott ki a Kovács Sándor képviselőtársamnak, megfelelő tájékozatlanságról tesznek tanúbizonyságot ezek a kérdések, és helyzet az, hogy
a korábbi években korábbi képviselőt, legyen az bármilyen párthoz kötődő, ha voltak ilyen gondjai, megkeresték az irodavezetőket, a különböző munkatársait, a hivatalnak és tájékozódtak, szóval nem kellene komolytalanná tenni a képviselőtestület ülésének a kezdetét rögtön, mondva csinált kérdéseket, de gyorsan akkor természetesen végig szaladunk a kérdésekre, akkor András képviselő első kérdés, gyalogos utat, gyalogos átkelők helyzete, itt is ellentmondásba kerül képviselő úr, mert azt mondja, hogy egy-két vödör mész mindig akad, ez nem így működik ám képviselő úr, amit szoros elszámolásban kell minden egyes kilogramm anyagból elszámolni a bárkinek, bármelyik intézménynek, tehát az nem úgy van, hogy odaszólunk, mint annak idején történt a párbizottságban, hogy kérem tisztelettel, akkor tessenek már kivágni azt a fát, vagy kedjük be a gyalogos átkelő helyeket. Ez az időszak megszűnt. És akkor fölteszünk képviselő azt a kérdést, hogy miért nincs például kerékpárút a Széchenyin és a Szent Istvánon. Hát az, ha így takarékos, hogy nem. Hát ha így, akkor javasolta, bár kérdések feltételére van, lehetőség nem javaslattételre, de javaslattételt más formában kell megtenni. Tehát tényleg az, hogy ha így takarékoskodnánk, hogy de gyerünk, akkor kenjük fel itt, kenjük fel ott, akkor alig hiszem, hogy lenne az önkormányzatok megfelelő anyagi lehetősége arra, hogy komolyabb pályázatokat adjon be, és tartsa meg a önerőre a kis pénzét, és nagyon nagy tisztelettel kérem képviselőrát, hogyha ideges, akkor valamilyen módon kezeltesse magát, én is meghallgatom, amikor felteszi a kérdését, ön is legyen kedves, türelmesen végighallgatni. A gyalogos átkelőknek a felfestése a közútkezelő KHT által jelenleg is folyamatban van, és amit ígértünk, az nem fog elmúlni tett nélkül, amit vállaltunk, az év folyamán meg fogjuk tenni ezügyben. Kulok világ találkozójára már nyilatkozott Kovács Sándor képviselő az ön által feltett kérdésre. Azt mondja, hogy használható a kereskedők, engem a legutóbbi fogadóórámon megkeresett egy deputáció ezzel kapcsolatban a piacról, körülbelül 50 árus van, aki használható a kereskedéssel foglalkozik a piacon, nem egyszerre természetesen, hanem így külön-külön alkalmanként. Most a törvény kimondja, hogy alkalomszerűen lehet használható a kereskedéssel foglalkozni. Az alkalomszerűen kifejezés az igen tárhatárokat szab, de semmiképpen nem jelenti azt, hogy nap mint nap lehessen használati ruha kereskedést folytatni a piacon. Így van a Városgazdaság igazgatója heti, illetve havi két alkalmat szerdai napot jelölte meg, lehetőségként ennek a dolognak az állósítására. Én konzultáltam igazgatóval, miután még egyszer mondom, megkerestek az árusok, és a törvény mesdjéjének a határára lépve heti egy alkalmat jelöltünk ki. Ez még talán nem jelenti azt, hogy az alkalomszerűt áthágjuk. Lakásbérbeadás. Képviselőnek lehetősége van természetesen a GTT-n is részt venni és a szakbizottság ülésén is, ahol a lakások kiutalása megtörténik, amikor a pályázatok beadásra kerülnek és egy-egy lakásra 30-40-50 pályázat érkezik. Biztos vagyok abban, hogy teljesen igazságos döntés nem születhet, mert ha csak 20 pályázat érkezik, abból 10 bizonyára teljességgel érthető és indokolt lenne, de döntenünk kell valamilyen szinten. Ezért is vizsgálja ezt a kérdést is, mint más egyéb nagyon nehéz kérdés, több grémium, több bizottság foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. A legbölcsebb döntést szoktuk választani, ezt ön is nagyon jól tudja. Említeném a gazdasági tanácsadó testületet, vagy a szakbizottságot. Temetők rendje, természetesen bennünket is foglalkoztat állandóan, hogy hogy lehetne még jobban vigyázni, óvni a kegyeleti helyet. Hozzáteszem, nem a város gondozásában vannak a temetők természetesen.
a városgondnokság ennek ellenére mindent elkövet annak érdekében, legyen az a református egyháztól visszajelzés, legyen az a katolikus egyháztól visszajelzés, ami szerint nagyon nagy köszönettel vannak felénk ezügyben. Természetesen, ha ott vannak rongálások, lopások, az bánt mindenkit, engem is bánt, de nyilvánvalóan a nullára ezt nem lehet futtatni, ezt ön sem gondolja komolyan, bár úgy lenne. Rizsántolóból elküldött emberek sorsa, mert ez abszolút nem önkormányzati dolog, rettentően sajnálom, hogyha ez így van, de ezzel kezdeni mi nem tudunk semmit, nem a mi tulajdonunkban van. Oda van felírva nagybetűkkel, Abomil a tulajdonos, őtől a tessék megkérdezni. Kerékpár út állapotáról van tudomásom, én is a nyár folyamán, amikor tehettem, szabadidőmben kerékpároztam ezen a kerékpárúton, láttam, hogy milyen állapotban van. Nyester Ferenc irodavezető úrral bejáráson is voltunk ennek apropóján, és természetesen a hibás szakaszok ki lesznek javítva. A garancia a kivitelező részéről már megszűnt. Ezt saját erőből kell megoldanunk ezeknek a hibáknak a kijavítását. Ez meg fog történni, a városgondnokság fogja elvégezni ezt a munkát. Széchenyi sugárút, Szent István sugárút, kerékpárút, így van, jó lenne, ha lenne. Volt is egy olyan pályázat, amit önök erősen megtámadtak, hogy az teljességgel fölösleges és semmire való, ez a város rehabilitációs pályázat, és ebben szerepelt is, hogyha igénye van erre, képviselő úrnak a műszaki irodán megtekintheti azokat a terveket, amin rajta van a Széchenyi sugárút és a Szent István sugárútra a kerékpárút, meg van tervezve. Önök ellenezték ezt, és ellene dolgoztak kőkeményen, nem értem, hogy most miért veti ezt föl. Mi szerettük volna. Szociális bolthálózat kialakítása, tessék fölvetni bizottsági ülésen, erről nem volt szó, nem volt terveink között, nem tartom rossz ötletnek, meggondolásra ajánlom. Sistak és környéke, valóban komoly rongálások történtek, ebből tanultunk mi is. A jó szándék vezetett bennünket, hogy ott egy pihenőparkot alakítsunk ki az odalátogatók számára. Komoly munkát és elég sok pénzt is fektettünk abba, hogy ott egy olyan terület legyen kialakítva, ahol a szabadidőt hasznosan és egészségesen lehet eltölteni. Sajnos rossz emberek tönkretették ezt, tudomásom van róla. Még egyszer mondom, tanultunk a történetből, egyelőre nem tervezzük ennek a újraállítását, pontosan emiatt, hogy nem látjuk biztosítva azt, hogy ott az meg is maradna. Egészségügyi labor a központi rendelőben, felírtam magamnak, lépéseket teszek ezügyben, ha van rá megoldási lehetőség, akkor természetesen lépünk ezügyben. Egyébként a kórházban kiváló labor működik, minden igényt kielégítő. Ezzel együtt, hogyha van lehetőség, én nem zárkózok el természetesen, hogy az alapellátásban is működjön továbbra is labor. Dr. Lukás László kérdései, TRV, hány fő került elbocsájtásra, vagy hány fő kerül elbocsájtásra? 73 fő dolgozik a Nagybúvízés csatornamű vállalatnál jelen pillanatban. A megállapodás szerint 40 főt vesznek át, 40 főt vesz át a TRV, 33 fő marad a Nagykunvízés csatornami vállalatnál. Tehát egy sem. Tanácsnokok hogyan teljesítenek? Kérem szépen, a tanácsnokoknak a munkáját én magam ellenőrzöm. Nekik egyelőre nincsen semmiféle beszámolási kötelezettségi, csak felén. Ők ezt meg szokták tenni, rendszeresen kikérem a véleményüket, rendszeresen elvárom, hogy olyan feladatokat lássanak el, amit nem testálhatok át egy átlagos képviselőre. Ezeket a feladataikat a tanácsnokok tökéletesen ellátják. Ha nem így lenne, akkor javasolnám a nem jól teljesítő tanácsnokok leváltását. Eddig ilyet nem tapasztaltam. Strandfürdő. Szabad volt a munkabefejezés.
természetesen köti a kivitelezőt a szerződése. Ennek fényében ez a szabatolás. Igen, el fogja végezni, be fogja fejezni azt a munkát. Egyébként a mai napon voltam bejáráson ismételten a strandfürdőben, az egyik leglátványosabb munkaszakasz kezdődött meg, a vastaverzekre most kezdik felhúzni a borítófóliát. Ez nagyon-nagyon nagy előrelépés ismételten, hiszen ha ez megtörténik, akkor ott azon a fóli, illetve a... Minek hívják ezt? Fólia vagy? Tessék? A ponyva alatti területen már nem kell nagy súlyú munkagépekkel mozogni, innentől kezdődően és meg lehet kezdeni azon a területen is azokat a munkálatokat, mint a padlófűtés beépítése, szigetelés, burkolat elhelyezése. Tehát ez egy nagyon nagy ugrás előre. A hét végére, ha az időjárás is velünk van, akkor ennek a ponyvának a felszerelése meg is fog történni. Egyébként való igaz, hogy mindenki, így én magam is árgus szemmel figyeljük a strandfürdőnek a helyzetét. Ha valaki, akkor én igazán akarom és szeretném, hogy minél előbb befejeződjenek nagyon jó minőségben ezek a munkálatok, és még egyszer mondom, minden erőnkkel azon leszünk, hogy ez így is legyen. Természetesen apróbb csúszások, kivitelezői, tervezői hibák mindig előfordulnak. Ilyen mértékű beruházásnál ez majdnem, hogy elkerülhetetlen. Én lennék a legboldogabb, hogyha már a jövő héten tudnék ebben úszni, sokakkal egyetemben. Nagy teher ez, de előbb-utóbb készen lesz, és nyugodtan mondhatom, hogy mi nekünk nyugodt lehet a lelkiismeretünk, mert mi mindent biztosítottunk a kivitelező számára, az ég egyet a világon. Időben átadtuk a terepet, egészen pontosan a tavaly augusztus 1-én megkapták a munkaterületet, a pénz részünkről, illetve a nagykunkvízés csatornamű részéről, mint beruházó részéről rendelkezésre állt folyamatosan, a pályázati pénz a rendelkezésére állt a kivitelezőnek. Innentől kezdődően a mi lelkiismeretünk nyugodt és tiszta lehet, és még azt sem mondhatnánk, hogy nem volt odafigyelés kellőképpen, hiszen még egyszer mondom, szinte nap mint nap volt valaki, aki ellenőrizte ezeket a munkálatokat. Iskola látogatás, negyedik, nem. Az idén sajnálom, elmaradt valamilyen oknál fogva ez. Ígérem, hogy pótolni fogom. Nagyon sok rendezvény van a oktatási intézményekben. Gyakorlatilag szépen rendszeresen végig szoktam járni. Valamilyen oknál fogva ez elmaradt. Restellem a dolgot, be fogom pótolni majd természetesen. A világtalálkozóról meg már rejtettünk szót. Azt hiszem bőségesen. Mennyi pénzbe kerül? Tessék jelezni. Felé. Nagyságrendet tessék mondani. Mintegy 3 millió forintról beszélhetünk, de pályázati források mozgósítására is volt lehetőségünk. Az mintegy 1,5 millió forintot tett ki. Köszönöm szépen. Tehát, hogy gyakorlatilag a városnak 1,5 millió forintjába került körülbelül ez a Hunok világtalálkozója. Na most arról csak annyit, hogy ez a világtalálkozó 3 évenként van megrendezve. Én alig hiszem, hogy minden rendezvényünk nagyon-nagyon fontos természetesen, de az a rendezvény, ami az identitástudatunkat alapjaiban ápolja és nem őrzi, ápolja és gyakorolja. Ezt a kifejezést használom. Az őrzés csak egy dolog, annál fontosabb talán nincs is. Aki Kunnak érzi magát, Karcaginak érzi magát, a nagykunság fővárosára hivatkozik máskor, igen, büszkén, az alig hiszem, hogy egy ilyen rendezvényről sajnálhatja a pénzt. Legfeljebb, ha idegen lehetünk. Köszönöm szépen, a válaszok ennyi. Javaslom, hogy térjünk rá a napirendi pontok megtárgyalására. További kérdést szeretne feltenni, képviselő úr? Nem adok rá lehetőséget a következő soros ülésen éljen ezzel a lehetőséggel. Köszönöm szépen a megértését.
első napi rendi pontunk, beszámoló Karcagváros önkormányzata 2012. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról. Nagy szeretettel köszöntöm körünkben Nagyné Győri Sára külvizsgáló asszonyt. Tisztelt képviselőtestület, ahogy indítottuk az évet, a 2012-es évet, tudhattuk, hogy ez egy nagyon kemény, nagyon szoros, nagyon takarékos év lesz. Ennek megfelelően dolgoztunk az év folyamán, ennek megfelelően folytattuk le folyamatosan és folytatjuk a továbbiakban is például az intézményeknek az átvilágítását, hogy továbbra is tudjuk tartani azt a költségvetést, amit megterveztünk saját magunknak. Én két adatot szeretnék mindössze mondani. Az első fél évben a bevételek közel 62%-osra sikerettek, és 50,7%-os a kiadások teljesítése. Kérdezem a szakbizottság elnökét, hogy kívánja pár mondatban felvezetni ezt a beszámolót. Megadom a szót Karcagi Nagy Zoltán képviselő úrnak. Tessék! Igen, köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt önkormányzat! Karcagváros önkormányzat a 2012 évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított rendeletében a képviselőtestület az idei költségvetés módosított bevétel és kiadási előirányzatának fő összegét 5.344.575.000 forintban határozta meg. Többeknek, azt hiszem mindannyiunknak van róla a tudomás, hogy május 1-től az állam átvette a Kátai Gábor kórház működtetését, és az átadással a költségvetés főösszege így 67%-ra csökkent, és ebből a 33%-os változásból látszik, hogy a kórház volt a legnagyobb költségvetéssel, legnagyobb összeggel gazdálkodó költségvetési szerv, mely az önkormányzat irányítása alá tartozott. És ahogy polgármester úr már említette, 62%-os közel 62%-os bevételi teljesítéssel szemben 59,7%-os kiadás teljesült. A önkormányzatunk 2012 évi költségvetése bevételi tervének az első félévi teljesítési adatai alapján megállapítható, hogy a nehézségek ellenére is a tervezett bevételek beszedése, a megítélt támogatások lehívása folyamatos. Az önkormányzat 2012 évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról szóló beszámoló alapján véleményem szerint összességében megállapítható, hogy a kiadás az első fél évben megfelelő ütemben a fedezet folyamatos biztosításával valósult meg. A beszámoló valós képet mutat az önkormányzat 2012 első fél évi pénzügyi helyzetéről, az itt helyet foglaló Nagyné Győri Sára Emma könyvvizsgáló véleménye alapján. A költségvetés egyensúly és a mindenkori likviditás megtartása érdekében azonban a költségvetés intézményei végrehajtását folyamatosan, illetve az év második felében havonként részletesen felül kell vizsgálni. És meg kell említenünk, hogy az Erste Bank Hungary Zrt. Még a mai napig sem engedte ki a működési célú kötvényforrásból, amíg bent lévő 72 millió forintot és közel 10 millió forint hozamot. A Pénzügyi Fejlesztés és Mezőgazdasági Bizottság szeptember 20-a ülésén a beszámolót megtárgyalta, a könyvvizsgálói jelentést is tudomásul vette, a beszámolót elfogadta, és a testületnek is elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen a kiegészítést, vitára bocsátom a napirendet, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha nincs, akkor szavazásra teszem a beszámolót. De előtte mindenképpen még egyszer hangsúlyozom, hogy nagyon kemény, szigorú, takarékos gazdálkodás várjuk el a továbbiakban is természetesen intézményünk részéről. Aki tudja támogatni a beszámolót, kérem jelezze, igen, nem, két nem, hét igennel a képviselőtestület támogatta és elfogadta a beszámolót. Köszönöm szépen. Második napirendi pontunk beszámoló az átvázolt hatáskörök gyakorlásáról. Az első fél évben, 2012 első fél évében, tisztelt jelenlévők, a önkormányzat SMS-e kimondja, hogy bizonyos
területeket, hatásköröket a képviselőtestület átruházhat a polgármesterre, a képviselőtestület bizottságira és a cigány kisebbségi önkormányzatra, és erről fél évenként beszámolunk kell tenni, ez történik meg ebben a napirendi pontban. Vitára bocsájtom, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha nincs a beszámolót elfogadása, javaslom, igen, nem, tartózkodás, hogy egyhangulat fogadtuk el. Harmadik napirendi pontunk, előterjesztés, az állattartás és lógerhasználat helyi szabályairól szóló rendelettervezethez. Az eltelt időszakban bekövetkezett jogszabályi változások teszik szükségessé a módosítást, a szabályzat módosítását. Vitára bocsájtom, van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben Pán Tédikó képviselőasszonynak adom meg a szót. Tessék, Lancsik! Tisztelt polgármester úr, képviselőtársaim! Egyetlen egy rövid kérdésem van, amely az előterjesztés vastagbetűs részében található. A lényeget megértettük, hogy a helyi rendeletünk fölött megjelent rendelet ugye az gyakorlatilag a régit eltörli, de ebből adódóan benne foglaltatik, és akkor ez várható, hogy a felsőbb szintű jogszabályhoz igazodó új állattartási rendelet megalkotása az önkormányzat részéről. Tehát ez lesz igen. Akkor az, ugye, ami itt előttünk található. Igen, köszönjük szépen. Gondolom, hogy ez a magasabb szintű rendelet eleve a állatszám és a állattartás fokozott beindítását és növekedését akarja. Köszönjük szépen! Reméljük, hogy így lesz. Ez az anyag ezt tartalmaz, amire rátaszak kérdezni. Van-e további kérdés, vélemény, hozzászólás? Ha nincs, javaslom a támogatását. Igen, nem. 7 igen, 2 nemmel a képviselőtestület elfogadta az előterjesztést. Negyedik napirendi pontunk, előterjesztés a zajvédelemről szóló 16/1996 Karcagvárosi önkormányzati rendelet hatályon kívüli helyezéséről. Tisztelt jelenlévő képviselőtestület, két oka is van, hogy ezt hatályon kívül helyezik. Az egyik az, hogy 96-ban alkotta meg a képviselőtestület a helyi rendeletét, először azóta többször módosításra került, ez az egyik ok, a másik ok pedig, hogy kormányrendelet, valamint környezeti zaj és rezgés terhelési határértékek megállapításáról szóló együttes rendelet van hatályban, amelyek részletesen szabályozzák a jegyző zajvédelmi feladatait, ezért célszerű a helyi zajvédelmi rendeletünk egészének hatályon kívül helyezése. Vitára bocsájtom a napi rendet, van a kérdés, hozzászólás? Ha tudjuk támogatni, jelezzük, igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulat támogatta a képviselőtestület. Ötödik napi rendi pontunk, előterjesztés a városban működő, a mezőgazdaságban dolgozó és környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek 2012. évi támogatásáról szóló pályázat kiírásról. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, akkor már korábbi években is éltünk ezzel a lehetőséggel, most is elkülönítettünk a költségvetésünkben 200 000 forintot erre a célra, a pályázat kiírását javaslom. Még egyszer, mezőgazdasági, illetve környezetvédelmi dolgozó civil, környezetvédelmen dolgozó civil szervezetek részére. Vitára bocsájtom a napi rendi pontot, az elmúlt évben, ha jól emlékszem, a Horgász Egyesület kapott ebből a illetve élt a pályázati lehetőséggel. Vitára bocsájtom a napi rendi pontot. Van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, javaslom támogatni. Igen, nem, tartózkodás nélkül egy hangulat fogadtuk el. Hatodik napi rendi pontunk, előterjesztés a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedési szolgáltatás további biztosításáról. Tisztelt jelenlévő, tekintettel arra, hogy több évtizede működik városunkban ez a szolgáltatás, javaslom, hogy továbbra is éljünk ezzel a lehetőséggel. Ahogy az anyagban is olvasható, minimum 4 év időtartamra célszerű
ezt a pályázatot kiírni, és javaslom, hogy évente a önkormányzat 10 millió forinttal támogassa ezt a szolgáltatást. Vitára bocsájtom, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ez az összeg, ez kevesebb, mint amit a korábbi időszakban támogatásképpen felajánlottunk, de jelenleg ennyire telik. Ha tudjuk támogatni, jelezzük. Igen, nem, egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 8. napi rendi pontunk. Előterjesztés az 5-ös számú tessék? Bocsánat, egyel túllapoztam. 7. napi rendi pontunk következik. Előterjesztés a nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi 194. törvény alapján meghozandó szándéknyilatkozatra. Itt egy kicsit hosszabb magyarázatra kényszerülök, nem a testület miatt, hanem a tisztelt jelenlévők, illetve a televízió nézők kedvéért. Ahogy tudjuk, a hazánkban nagyon-nagyon sok ágazatban és a legfontosabb ágazatokban zajlik átalakítás, így az egészségügyben például, közigazgatásban és a közoktatásban is. Arról is tudhatunk, hiszen ez már, erről már korábban is beszéltünk, hogy a iskolákat az állam átveszi a szakmai irányításának a ágazatnak, innentől kezdődően a megyéhez, illetve az államhoz fog kerülni. Nem mondom azoknak a szervezeteknek a nevét, akik ezzel foglalkoznak, nem is érdemes megjegyezni egyelőre, hiszen az teljesen mindegy, tehát nem az önkormányzat fogja innentől kezdődően a szakmai felügyeletet gyakorolni. Lehetőség van arra is, hogy a működtetésről is lemondjon egy-egy önkormányzat, és most erről kell döntenünk. Ebben a hónapban, miután a hónap rövidesen befejeződik, ezen a testületi ülésen kell döntenünk arról, hogy működtetjük-e szándéknyilatkozat formájában, és a következő hónap végéig, tehát a következő októberi soros ülésen pedig döntenünk kell a működtetésről. Most a működtetés az természetesen nagyon sok pénzt követel, és abból kell gazdálkodnunk, ami beérkezik hozzánk, tehát a bevételekből. Ha a bevételek nem képesek ezt fedezni, akkor van lehetőség a működtetés átadására. Ezt is megtárgyalta a GTT-n, megtárgyalta a szakbizottság is. Én javaslom, hogy a szándéknyilatkozatunkban fogalmazunk úgy, hogy nem tudjuk vállalni a működtetését a közoktatási intézményeknek. Vitára bocsájtom a napi rendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás, nem tudom, hogy elég érthető volt-e a magyarázat. Molnár Pál képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, polgármester, a szót, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, kedves televízió nézők. Annyi kérdésem lenne, hogy van-e információnk azzal kapcsolatosan, hogyha esetleg lemondunk a működtetésről, akkor fog-e önkormányzati forrást az állam elvonni esetlegesen az önkormányzattól? Gondolok itt akár adóbevételekre, most példaként tudnám az iparűzési adót, vagy gépjármű adóból vett forrásokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Teljesen indokolt képviselőnek a kérdése, és nyilvánvalóan ezt is meghánytuk, vetettük, még ilyen információnk nincsen. És ezért is jó, hogy most jelen pillanatban csak szándéknyilatkozatot kell tennünk, és nem döntést kell hoznunk. A hátralévő egy hónapban mindenképpen ki kell, hogy derüljön ez, mert természetesen nem szeretnénk olyan helyzetbe kerülni, hogyha egyébként is elvonásra kerülnek tőlünk a működtetése pénzeszközök, akkor teljesen indokolatlan a működtetésről történő lemondás. Na de, hogyha ez nem így van, akkor éljünk a lehetőséggel. Tehát a válaszom nem. Van-e további kérdés? Kovácsné Kerekes Katalin képviselőasszonynak adom meg a szót. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt jelenlévők. Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság tárgyalta az előttünk lévő napirendet, és a bizottság ülésen fölmerült egy olyan kérdés, hogy jelen
helyzetünk indokolja ezt, ennek a szándéknyilatkozatnak a megtételét, de a későbbiekben lesz lehetősége az önkormányzatnak módosítani ezt a szándékát, tehát a működtetést akár újra vállalni, és erre ad lehetőséget a jogszabály, azt a választ kaptuk, tehát ez is egy opció a későbbiekben, nyilván ez a jövő zenéje. Ezen információk tudatában a bizottság megtárgyalta, elfogadta és elfogadásra javasolja ezt a napirendet. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a kiegészítést. Így van, ez nem egy örök életre szóló döntés, természetesen, hogyha másképpen alakulnak a dolgok, akkor még egyszer mondom, a jogszabályok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a működtetést visszavegye az önkormányzat. De jelenleg csak egy szándéknyilatkozatról kell döntenünk. Jelentkezést nem látok, döntsünk akkor. Aki támogatja az előterjesztést, jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat támogatta a képviselőtestület. Köszönöm szépen. Most már valóban a 8-as számú napirendhez érkeztünk. Előterjesztés, az 5-ös számú körzet és a 6-os számú iskolai fogászati körzet fogorvosi feladatainak ellátására. Hát ez is egy bonyolult ügylet volt, erről már tárgyaltunk a korábbi testületi ülésen. Itt egy csere történt volna két fogorvos között, egészen pontosan dr. Szabó Renikő, illetve dr. Attár Monyir doktor cserélte volna ki a, vagy fel a körzeteket, és erről már döntés is született. Időközben Monyir doktor úr úgy döntött, hogy eltávozik a városomból és máshol vállalt munkát. Egy viszonylagos kényszerhelyzetbe kerültünk, ennek megfelelően, hiszen el kell látni egy felnőtt körzeti rendelést, illetve az iskola fogászatot is. A javaslat a következő. Nem kis megterheléssel, de javaslom, hogy dr. Szabó Enikő fogszakorvos lássa el mind a két feladatot helyettesítés formájában. Egy bizonyos ideig itt az előterjesztésben lehet olvasni, hogy mennyi időre szól ez a megbízatása. Azzal a kitétellel, hogy a eddig doktornő a SZIM, illetve a Berekfürdői körzeti rendelőben rendelt, a rendelése kerüljön be, a felnőtt rendelése kerüljön be az alapellátáshoz, tehát a Széchenyi sugárútra, illetve az iskola fogászati rendelést is ő lássa el. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény, miután vitára bocsájtom ezt a napi rendi pontot? Nem nagyon tudunk más csinálni, mert egyelőre nincsen fogorvos, aki jelentkezne. Iskola fogászata csak külön fogorvos, nem is fogunk tudni találni, gyanítom, mert az anyagi támogatása nem olyan. Hát finoman fogalmazzak. Ha tudjuk támogatni ezt a variációt, amit itt leírva található az előterjesztésben, kérem jelezzük, igen, nem, tartózkodás nélkül egy hangulat fogadtuk el, köszönöm szépen. 9. napirendi pontunk, előterjesztés a Karcagi Sport Egyesület által benyújtott LEADER pályázathoz kapcsolódó támogatás megelőlegezésére. Tisztelt jelenlévők, az Egyesület benyújtott egy pályázatot, ami nyert. Ez a pályázat a csarnok tetejének a felújítására lesz fordítva. Nagyon megérett erre maga a csarnok és a hozzá kapcsolódó részek is. Többször tapasztaltunk itt már beázást. Itt egy megelőlegezésről, egy pénz összeg megelőlegezéséről lenne szó, amit az Egyesület számára meg kellene tennünk. Mindenképpen szükséges ennek a munkálatnak a... Szükség van erre a munkára. Vitára bocsájtom a napirendi pontot. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Karcagi Nagy Zoltán képviselőnek adom meg a szót. Tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtársak, tisztelt jelenlévők! A bizottságunk megtárgyalta ezt a napirendi pontot is, és egyhangulag támogatásáról biztosította az elképzelést, és örömmel láttam tegnap este, hogy a munkálatok már meg is kezdődtek a sportcsarnok tetejét illetően. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a kiegészítést! Van-e további kérdés, hozzászólás? Ha tudjuk támogatni, jelezzük, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el.
10. napirendi pontunk előterjesztés a Karcsony lakányában lévő 5376/3 helyrezi számú ingatlan részbeni bérbeadás Orosz Imre részére szóló módosított 487/2007 KT számú határok módosításáról. Tisztelt jelenlévő, tisztelt képviselőtestület, nevezett ingatlan egy részére Orosz Imrével kötött bérlezeti szerződés lejár. A bérlő kérdelemezte annak 5 évvel történő meghosszabbítását, továbbá helyrajzi számváltozás miatt is szükséges a határozat módosítása, tehát két oka is van. Vitára bocsájtom a napirendet. Van-e kérdés, hozzászólás? Jelenkezést nem látok. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 11. napirendi pontunk. Előterjesztés a Kalcag Rákóczi út 3 szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek, a kunsági cukorbetegek egyesülete részére történő pályázaton kívüli további bérbeadásáról. Tisztelt képviselőtestület, az egyesület pályázat miatt kéri a soron kívüli meghosszabbítását, a bérbeadás soron kívüli meghosszabbítását. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha támogatjuk, jelezzük, igen, nem, egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 12. napirendi pontunk. Előterjesztés a Kalcsa Kossuth tér 5 szám alatti szünetet rendelek el. Lejárt már egy kicsit, több mint egy órát voltunk. Szünet, 10 perc szünetet rendelek el. Támogatták ennek. Tisztelt képviselőtestület, javaslom, hogy folytassuk munkánkat. A 12. napirendi pont következik. Előterjesztés a Kalcsa Kossuth tér 5 szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre kiírt pályázat eredményéről. Két pályázat érkezett, ez a volt írószer volt, egészen pontosan ez a Kossuth tér 5 szám alatti hely. Mészáros László püspökről, a Kalcsa püspökről eljut 31 szám alatti lakos részéről, ő kávézó, fagyizó üzemeltetésére adott be pályázatot, és a másik pályázatot pedig a Fázis Ledvill Kft. Képviselője Bődi József ügyvezető úr nyújtotta be. Ő kutya-macska LRL-bolt üzemeltetését szerette volna megcélozni. Időközben az egyik pályázó, a Fázis Ledvill Kft. Írásban jelezte a visszalépését. Ezért javaslom az érvényes pályázatot benyújtó Mészáros László egyéni vállalkozó részére történő bérbeadást. Az előterjesztésben szereplő kiinduló összeg figyelembe vételével, ami 101.815 forint per hónap plusz áfa. Vitára bocsátom a napirendi pontot. Van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor szavazásra az előterjesztés, aki támogatja, hogy Mészáros László egyéni vállalkozó az említett összegért vegye bérbe, és az említett tevékenységet végezze ebben a helyiségben, kérem, jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen, sok sikert, jó munkát kívánok. 13. napirendi pontunkra térünk át, a jelentések. Tisztelt képviselőtestület, az írott anyagban 11 darab jelentés található. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény bármelyikhez? Összevont szavazást javaslok. Jelentkezést nem látok, ha tudjuk támogatni, jelezzük. Igen, nem, egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 14. napi rendi pontunk. Előterjesztés a Nagykunglin és Csatornami Kft. Ügyvezetői igazgató megbízásával kapcsolatos döntésről. Ahogy a testületi ülés elé jeleztem, a 14. napi rendi pontunktól a 17. zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület az előterjesztéseket. Kérem a meghívott vendégeinket a terem elhagyására. A Tartások belső folyamatainak megújítására című ECOP kötőjel 1.A.2 jelű pályázat benyújtására. Tisztelt képviselőtestület, 46.557.460 forint visszamentérítendő támogatásra nyújtunk be pályázatot. Vitára bocsájtom a napirendi pontot, egyébként informatikai belső fejlesztések támogatása céljából kerül benyújtásra ez a pályázat, nagyon fontos dolog, főleg
hogy lassanként majd a járások kialakítását is sor kerül. Vitára bocsájtom a napirendet, van-e kérdés, hozzászólás? Megvalósíthatósági tanulmányt is lehet találni az anyagban. Dr. Lukács László képviselőnek adom meg a szót. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők. Én ezt megelőző pénzügyűlésen egyébként jeleztem az ezzel kapcsolatos álláspontomat, ami annyi kiegészítés lett volna, hogy érdemes, ha már ebben a informatikai körben dolgozik és gondolkozik az önkormányzat, hogy egy olyan irányú fejlesztést is végrehajtani, ami nem kerül sokba, ezek a hiteles elektronikus aláírásoknak a kiépítése, ha még nincs kiépítve. Ez az én becsléseim szerint ugye a gyakorlati életből kiindulva, ez a privát szférában, ez körülbelül egy olyan 30 ezer forintos éves megterhelés, aláírói kártyát kap valaki, aláírói tanúsítványt hozzá. Ez csak azért is lenne hasznos én szerintem, mert ugye korábban az önkormányzatnál, ha ezt jól tudom, de javítsanak ki, hogyha nem, ugye az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknak nagyobb részt ugye a helyben lévő ügyvédek, illetve egyéni ügyvédek megbízás alapján végezték a társasági szerződés módosítását. Ha ezek ebben a projektben beszerzésre kerülnek, akkor nyitva áll majd az a lehetőség, hogy az önkormányzat által megbízott személy, vagy a foglalkoztatásában álló személy, akár ezzel a tanúsítvánnyal el tudja saját maga is intézni, ami egy lényeges spórolás lenne, nem számoltam utána, ez akár 100-200 ezer forintos éves megtakarítást is jelentetne. Ezt csak kértem, hogy írjuk fel, illetve valóban margójára szerepeljen, hogyha ez belefér és meg lehet valósítani, mert ez legalább hasznos lenne. És ebből az összegből minden további nélkül, én azt mondom, akár minden személynek egyenként is megvalósítható, de valójában nincs mindenkinek szüksége rá, tehát egy-egy hivatalnak van, vagy egy-egy osztálynak van legfeljebb szüksége egy embernek egy aláírói tanúsítványra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kiegészítést. Én kérem, hogy a következő soros vezetői értekezletre ez a téma kerüljön be, át fogjuk beszélni, egyébként így első hallásra támogatandónak ítélem ezt a dolgot. Köszönöm szépen a kiegészítést még egyszer. Van-e további kérdés, hozzászólás, vélemény? Tagbizottság támogatta. Köszönöm szépen. Ha nincs jelentkezés, akkor döntsünk, aki tudja támogatni, kérem jelezze. Igen. Nem, tartózkodásaik egyhangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. 19. napi rendi pontunk, előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzetének megállapításáról szóló Karcagváros önkormányzata képviselőtestület 11/2002 rendeletének módosítására. Iskolaorvosi körzeteknek a felosztását foglalja magában ez az előterjesztés. Hosszú, szorgalmas munka eredményeképpen sikerült a háziorvosokkal megállapodni abban, hogy hogyan kerüljön felosztásra a iskola orvosi feladatunk. Ennélkül működési engedélyt nem kaptunk volna, a működési engedély nincs, akkor pedig olyan támogatás sincsen. Köszönet eddig is, hogy bevállaltak felnőtt körzeti háziorvosok ilyen jellegű munkát, feladatot, ez mindenképpen egy plusz megterhelés számukra, és egy viszonylag szerény, mondhatnám, nagyon szerény összeggel voltak díjazva. Miután orvos hiány van, és hasonlóképpen az iskolafogászathoz itt sem találnánk csak az iskola orvoslásra jelentkező gyermekorvost, így ezt a megoldást voltunk kénytelenek választani. Vitára bocsájtom a napi rendet, van-e kérdés, hozzászólás? Kényszerhelyzetben voltunk itt is. Ha nincs, akkor kérem, hogy támogassuk az előterjesztést. Igen, nem. 7 igen, 2 nemmel a képviselőtestület támogatta az előterjesztést. Köszönöm szépen. 20. napi rendi pontunk, előterjesztés az iskola egészségügyi feladatok ellátására. Ez szorosan kapcsolódik az előző előterjesztéshez. Itt az összegről van szó, amivel az önkormányzat úgymond támogatja ezt a munkát, ezt a tevékenységet. Egészen pontosan 35 forintot kaptak a háziorvosok minden gyermek után. Ezt az önkormányzat kiegészíti újabb 35 forinttal per fő. Ez összesen körülbelül egy ilyen 1,5 millió forint terhet jelent az önkormányzat számára. De mindenképpen célszerűnek tartottam a megegyezés miatt ezt a javaslatot
önök elé tárni. Kovács Sándor képviselő úrnak adom meg a szót. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő testület! Polgármester úrtól kérdezném, hogy ez a megegyezés hogy zajlott le, hiszen úgy látom, hogy az önkormányzatnak zsebbe kellett nyúlni ebbe a témába. Olyan helyzet állt elő, hogy ha nem nyúlunk zsebbe, akkor nem történik meg ez a dolog. Csak egy nagyon rövid tájékoztatás, hogy milyen volt ez a tárgyalás, úgyhogy szerintem ide tartozik az önkormányzat ülésére. Köszönöm. Köszönöm a kérdést. A legutolsó tárgyalás viszonylag békességben zajlott a korábbiakhoz képest. Valóban, miután nincs megfelelő mennyiségű gyermekorvosunk, így kénytelenek voltunk a gyermekorvosokon túl a felnőtt házi orvosok munkájára is igényt tartani és igénybe venni. Nem örültek neki finoman fogalmazva, és ennek hangot is adtak a korábbiakban. Mi is, ők is azért a megegyezésre szerettünk volna törekedni, hiszen ezt a feladatot egyszerűen el kell látni. Törvény előírja. Orvos nélkül nem lehet megoldani, és úgy láttam jólak, hogy még egyszer mondom, itt a képviselő hölgyek uraknak azt a javaslatot teszem meg, hogy a házi orvosok lássák azt, hogy továbbra is fogjuk a kezünket, és egy irányba szeretnénk velük dolgozni, a békesség kedvéért, a munkájukat megbecsülendő, egy jelképes összeget ajánljunk föl a számukra. Ők ezt elfogadták azon a megbeszélésen, és remélem, hogy innentől kezdődően akkor hosszú távon keresztül el fogják tudni látni azt a feladatot. Még egyszer mondom, kényszerhelyzetben is voltunk, de az is igaz, hogy nekik nem is lett volna ez a feladatok. Tehát ha azt mondják, hogy nem látják el, akkor nehezen lehetett volna olyan kényszerítő eszközöket találni, amivel rá lehetett volna őket venni arra, hogy bevállalják. Ez volt a szituáció. Van-e további kérdés? Vélemény? Tudjuk-e támogatni, hogy kiegészítésre kerüljön az a bizonyos alapösszeg, amit az OET-től kapnak ennek a feladatnak az ellátására? Igen, nem. 7 igen, 2 nemmel a képviselőtestület támogatta az előterjesztést. 21. utolsó napi rendi pontunkhoz érkeztünk, előterjesztés. A Karcagváros önkormányzat tulajdonában lévő muzeális intézményeknek helyt adó ingatlanok használatára. Az önkormányzat tulajdonában és korábban a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények használatában lévő 3 ingatlan esetében az új fenntartó, a Jászlóskun Szolnok megyei intézményfenntartó központ kérelmezte a további használathoz történő hozzájárulást, mivel az intézmények működési engedélyét kívánják módosítani. Vitára bocsájtom a napi rendi pontot. Van-e kérdés, hozzászólás? Jelentkezést nem látok. 3 darab határozati javaslatról kell döntenünk. Döntsük először a Karcag Kávénak névszámolat ingatlan használatáról. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. A Karcag Erkel Ferenc út egyszámolati ingatlan használatáról. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el, valamint a Jókai út 16 számolati ingatlan használatáról. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, a napi rendek megtárgyalásának a végére értünk. Az október havi előzetes programokról szeretnék egy rövid tájékoztatást adni, tervezett programok, amikről már tudunk. Október 1 és 6 között őszi könyvtári napok lesznek a Csokonai Könyvtárban. Október 1-én az időseket köszöntjük a zenei világnapon. Október 4-től 16-ig látható a Sigfold Folkvalról Klub kiállítása a Dénirében. Október 5-én az aradi vértanúkra emlékezünk. Október 8 és 15 között hüllőkiállítás látható a Dériné Kulturális Központban. Október 18-án nyílik Kocsis Csaba Barbarikum című fotókiállítása szintén a Dérinében. Október 20-án jótékonysági koncertet rendeznek az Ifjúsági Házban.
23-án az 1956-os forradalomra emlékezünk. Október 27-én a Jászkunvilág művészeti szeme elődöntőjére kerül sor a Dérinő kulturális központban. Gazdag hónap vár ránk kulturális téren. Tisztelt jelenlévők, hölgyeim és uraim, bejelentem, hogy legközelebb munkaterv szerint 2012. október 25-én csütörtökön 15 órai kezdettel ülésezik a képviselőtestület. Van-e valakinek erre az ülésre napirendi ponti javaslata? Ha nincs, akkor megköszönöm a tisztelt képviselőtestület megjelenését, munkáját, aktivitását, a hivatal munkáját, testületi ülést ezennel bezárom.